ahogy arról már rengetegszer szó volt korábban, a feszültség nő a különböző országok között, és az elit, aki irányítja és uralja a világot, pontosan ezt akar, és így keverik a kártyákat. Erre nagyszerű példa az, ami Törökország és Bulgária között történik, azután, hogy ugye Hollandia, Németország eléggé elszigetelődött Törökországtól a napokban ezek után a svájci török nagykövetet is hívatta a török vezetés, ugyanis bennben, Svájcban tüntetések zajlanak, hiszen Törökország különböző országokban szeretne kampányolni ugye a referendum, illetve a népszavazás, ami történik a napokban Törökországban ezzel kapcsolatban, és az országok ezt nem akarják engedni. Mind Svájc, mint pedig Hollandia és Németország ezt különböző okok miatt nem teszi lehetővé, és Bulgária csatlakozik ehhez a csoporthoz. Ez éppen ezt a svájci tüntetést mutatja, ez a, ez a hír, ami ugye a Euronews-tól származik. Ez a karakter arról számol be, hogy Törökországba visszaérkezvén azok, akik ugye külföldi állampolgárok is, vagy külföldön élnek, azok szigorú biztonsági intézkedéseknek vannak alávetve. Ezzel erősítve azt a képet, hogy a török vezető az valamiféle, valamiféle fasiszta diktátor, ami persze nem áll távol a valóságtól, tehát minden ország ugyanígy működik, csak egész egyszerűen a köntös más, amiben bújtatva van az államforma. És természetesen az emberek még mindig felülnek ezeknek a trükköknek, és elhiszik, hogy bármit is fognak tudni változtatni majd. És az utcára vonulnak, önként részt vesznek ezekben a rendezvényekben, amiknek semmiféle értelme nincsen, csak és kizárólag annyi, hogy a feszültséget növelje, illetve a biztonsági intézkedéseket erősítse. És azzal, hogy ezt engedélyezik, ezeket a mozgalmakat az országokban, azzal, Adnak tulajdonképpen ördögának egy alapot arra, hogy visszavágjon és most azt mondja, hogy már lehetséges, hogy nem is akarnak csatlakozni az EU-hoz, illetve felül fogják vizsgálni a különböző feltételeket, a csatlakozás feltételeit. És, és természetesen jogos, amit mond, de ha az emberek értenék, hogy ő, ő tisztában van azzal, ami zajlik, ugyanúgy, ahogyan az európai vezetők és a, a lényeg pontosan ez hogy a káosz növeik, illetve a nemzeteket egymás ellen fordítsák. Ez a bolgár-török határ jelenleg, ahol, ahol tüntetések zajlanak Törökország ellen, a, az úgynevezett bolgár nacionalisták szervezték. És mi más lenne a probléma, mint, mint az, hogy Törökország beavatkozik a bolgár választásokba azáltal, hogy, hogy különböző buszokat küld, amelyek török állampolgárokkal vannak tele, akik bulgár állampolgárok is, és így szavazhatnak, és ezzel befolyásolja a bulgár választásokat. A sajnálatos az, hogy pont egy olyan dolog, mint a választás, aminek semmiféle eredménye nincs, semmiféle jelentősége nincs az emberek életével kapcsolatban, hiszen így is, úgy is, ugyanaz a program fog tovább zajlani, ami elhatározott már évtizedekkel, hanem évszázadokkal azelőtt azok által, akik mindig is uralták és irányították ezt a rendszert. A választásnak semmiféle hatása nincs arra, amilyen az emberek élete lesz. Az embereknek nincs, soha nem is volt, és soha nem is lesz beleszólása a dolgok alakulásába ebben a rendszerben. Mint egy húsz hasonló autóbuszni ember érkezik minden nap, és ingyen utazik, és Bulgária ugye azt állítja, hogy ezáltal Törökország beavatkozik a, az ő választásaiba. Sajnálatos, ugyanígy Amerikában a választás, ugyanezt mondják Nagy-Britanniában, hogy Oroszország beavatkozott a Brexit szavazásba. A Brexit ugyanolyan hazugság, mint a választások, Semmi az embereknek soha nem volt köze ahhoz, hogy az ország az EU-ban lesz vagy sem. És ugye ezek a tüntetők megakadályozzák ezeket a buszokat, hogy áthaladjanak a határon, ez az ő célkitűzésük. És természetesen, ahogy arról már szó volt korábban, ez csak egy dolgot jelenthet, és az pedig az, hogy szigorítani kell a biztonsági intézkedéseket, ugyanis a feszültség nő. probléma az, hogy azáltal, hogy szavazókat küld Törökország, ugye a parlamenti tagokat tudja manipulálni és befolyásolni, hogy kikerül a parlamentbe, de teljesen mindegy, hogy kikerül a parlamentbe, sajnos ezt az emberek túlnyomó többsége nem érti itt arról olvashatunk, ez a dv.com weboldal, hogy a rendőrség elmozdította, illetve eltávolította a barikádokat, amikről az egy imént szó volt. A határól természetesen ez azzal jár, hogy több rendőrre van szükség. És ki hitte volna, de bolgár aktivisták kerítést építenek a török határa. Ahogy arról már korábban szó volt, a kerítés egyáltalán nem arra való, hogy az embereket kívül tartsa, hanem arra, hogy a későbbiekben a régiók határait kijelölje, és megakadályozza az embereknek az áthaladását azon, tehát az embereket bent tartsa. Lényeg az, hogy a világon szinte mindenhol már kerítések épülnek. És ha már a kerítésnél tartunk, ugye ez február 27 Magyarország egy újabb kerítést épít a határon, Azért, hogy megakadályozza a nyári, eh, ugye a nyáron meg, megemelkedik a migránsok száma, illetve a bevándorlók, menekültek száma, és ezt megakadályozó, egy újabb kerítést épít 120 millió euróért, plusz az ahhoz tartozó táborokat, amik később nagyon hasznosak lesznek, amikor ugye a káosz során mindazokat. Eh, el kell helyezni valahova, akik nem értenek egyet a rendszerrel. Itt ugye arról van szó, hogy a török-bolgár kettős állampolgárokat nem engedték szavazni a szélsőjobboldali aktivisták. Természetesen a szélsőjobboldal egy újabb ö, mesterségesen feltámasztott mozgalom, mint minden más, mint a feminizmus vagy a egyenjogúságért küzdő mozgalmak. Végezetül pedig a Newsweek arról számol be, hogy Bulgária visszahívta a török nagykövetet, ugye, ahogy ezek a feszültségek előjöttek a két ország között. Ezt a manővert követően pedig Németország támogatását fejezte ki Bulgáriának, és, és ők is szembe helyezkednek Törökországgal. Amint arról már szó volt, minden egyes nemzetközi manőver különböző célokat szolgál, de a célok közt mindig megtalálható az, hogy a biztonsági intézkedéseket szigorítsák, illetve az, hogy a feszültségeket növeljék az országok között, illetve a társadalmon belül. Emellett természetesen, természetesen az, hogy az emberiséget egy, egymáshoz, illetve közel egységbe húzzák, ez a végső cél, és annak ellenére, hogy úgy tűnik, hogy egyre inkább szétforgácsolódik a világ. A lényeg az, hogy az embereknek elege legyen, a jelenlegi rendszerből, is addig fogják az emberiséget szétforgácsolni, illetve sanyargatni és manipulálni, amíg mindenkinek elege lesz abból, ami történik, és egységét fog kiáltani. Ez a végső cél, ez az, amire tulajdonképpen ez a játék kimegy. Mikor ezt megérti valaki, onnantól kezdve az egész úgynevezett politika, média, és az, ami a szemünk előtt zajlik a nagy színpadon, értelmet nyer, és onnantól kezdve az ember képes átlátni azt a színjátékot, ami a szem előtt zajlik. Remélem hasznosnak találtátok a videót, és mindenkinek a legjobbakat, halleluja! Még annyit hozzátennék, hogy a Google Plus-on is megtalálhatjátok az Infobubble csatornát, mind a kettőt, ahol extra tartalmakat helyezek el, és akit érdekel, átböngészhetitek ezeket is. Kövessétek mind a kettőt. Amennyiben tetszett a videó, kérlek kattintsatok a like gombra, ha hasznosnak találtátok, osszátok meg ismerőseitekkel, és bármiféle hozzászólásatok, megjegyzésetek, javaslatotok van, azt ide írhatjátok, valamint az elérhetőségeket megtaláljátok a leírás részben, ahol kapcsolatba léphettek velem, és még sok extra információt is találtok itt. Mindenkinek a legjobbakat, halleluja!